Egy Európai Uniós jogszabály szerint a cégek már csak olyan gázkazánokat helyezhetnek üzembe, amelyek szezonális hatásfoka legalább 86%. Erre azonban a régi típusú kazánok nem, csak az újfajta kondenzációs készülékek alkalmasak. A magánszemélyek közül már most többen az újabbat választják, pedig nekik még 9 hónapjuk van a szigorúbb követelmények betartására. Mindenképpen az energiatakarékosság vezérel minket is, ugyanis elég régi a kazánunk, és az ember lecseréli a hűtőjét, minden háztartási gépét, és a kazán is úgy érzem, hogy rendkívül sokat fogyaszt, ezért folyamatosan gondolkozunk rajta, hogy mi a legjobb megoldás. Most, hogy hallottuk a hírekben, mindenképpen szeretnénk lecserélni energiatakarékosra. Az egyik nyíregyházi kazánokat és árusító üzletben elmondták, a régi típusú készülékek még elérhetőek a piacon. Ha van rá lehetőségük, akkor nyilván újabb, úgymond gazdaságosabb készülékre cserélik le, és nyilván ez a fejlesztési programnak a célja is, hogy ezek a készülékek kerüljenek most már előnybe, tehát ez lesz a jövő, magyarán mondva. De akinek még nincs lehetősége, az próbálja most azonnal megoldani azt, hogy a régi készülékét vagy felújtsa, vagy pedig ugyanolyan típusú készülékre cserélje. Tehát itt, de azért tudni kell, hogy az egyik az költséghatékonyabb, tehát a megtakarítása sokat számít, ezt még mindig elmondjuk, mint eladók, mert itt azért számít az, hogy éveken belül rengeteget spórolhat egy készüléken, egy bizonyos készüléken. Tehát bármilyen készülékről beszélünk, ami egy magasabb hatásfokkal rendelkezik, az nyilván annak jobb a teljesítménye, a hőladása, tehát onnantól kezdve spórol, magyarán mondva vele. A vízmelegítő bojlerek esetében 2017, a szilárd tüzelésű berendezéseknél pedig 2018. szeptember 26-a után lesznek majd szigorúbbak a követelmények.